Na benne is vagyunk a játékba, üdvözlök mindenkit. Seven Days of Night 16.4, én Akszervék, és itt van velem Ferenc kapitány. Szia Feri! Sziasztok, hello! Na, itt van velem Feri, ketten fogjuk itt most a okosságot csinálni. Na, üdvözlöm Losont, itt van ugye Feri, Annát üdvözlöm, neki jó munkát továbbra is, kitartást, már nem sokára 6 óra, aztán vége van. Szia Gabesz, Attila! Ja, hát ez még mindig a Red Alert, igen, ez a 16.4-es, jajaja. Na, addig sikerült, hogy ez múltkor, jó múltkoriban megmutatom, már csak itt körbefutjuk, mert az élő adásban én a múltkor ezt ugye megcsináltam úgy nagyjából, hogy hát egy kicsit még azóta persze ki lett így csinosítva, vagy szóval nagyjából meg volt ezt csinálva működőképesre. Annyi lett ezzel csinálva, hogy apá, nem tudtam felmenni, de egy izé vagyok, nem tudtam odafutni. Az a baj, hogy felfelé nem úgy fut ez a kis. Na, annyi lett, hogy ugye hát Redlandia az egész szerver, aki esetleg nem tudná még, tehát azért készültek ezek a dolgok, ugye a halálának a második évfordulójára lett csinálva ez a szerver, a Seed név is Redlandia, meg hát minden így, és ugye megépítettük az ő által a kedvelt hordavárotnak, és hát ő mindig mondta, hogy szereti a fényt, azért lett így még kiegészítve, hogy a teteje az golyóálló üvegből van csinálva, illetve hát még ez, ami az ő tipikus ilyen kis lejárója, csak hát itt egy kicsit másik kellett megcsinálni, azért egy kicsit vagy emelkedik a terület, mert minden, de ugye ez a tipikus ilyen motor feljárója, ahogy neki volt ez, és én ki is hozom ezt a motort, mert el is indulok én Ferihez, mert van ott egy dolog, amit meg kéne nézni. Megpróbálunk felmenni a motorral együtt. Ja, fel is jöttünk, jól van. Na és akkor megyek is Ferihez. Már fú, ezek még gyerekek, milyenek voltak, 16 millió, beakadt az ember, most már mostani motor az töri át, megy át mindenen. Oj, tényleg ez a sok kis izé, nem lehet látni, hogy hol vannak ezek a kis fadarabok, aztán megakad az ember benne. Sőt, hát még legelőször is egy kis pofa vízére beugrok haza, mert ajaj. Ennivalom van. Hoppá, nem nálam a gondolod. Á, kapok innen ki, mert nem akarom meginni előled, Feri. Na, itt is itt valaki. Valaki itt okoskodik. Jó, hát ebből viszünk. Hát mindegy melyiket. Ugye ez a fajta, én meg ezt a fajtát használtam, ugye ezt már első este lehet ilyet használni, ezt a létrás megoldást, de ez azóta is így itt maradt még ugye a legelső alkalom óta. És hát ugye annyi, hogy régen a zombikat ugye ki kellett így lootolni, manapság nem kell lootolni. Na, nem is akarok itt nagyon idézni, mert az én motorom ez? Nem, az én motorom itt van, hoppa, az Rókának a motorja lehet, nehogy elvigyem. Hello Andris! Szia Andris! Na, akkor megyek is Ferihez, mert itt lakik a város szélén. Szia Mikey kapitány! Bejöhetnél segíteni. Szia Alex Kéken! Kicsit töröltelek titeket a Steamről, másképp nem tudok kapcsolódni a szerverrel, mert ledobálja a konzolmakot, mert... 16.4-es szerű. Ja, ezt most nem is nagyon értem, hogy most mit csináltál, mert nekünk nem dobálja le. Na jövök ide, de ne várjál, nem is itt vagy Feri, akkor te amott vagy a másik háznál már, igaz? Na hát Feri is ugyanezt, tehát ugye, mert hát mondtam is, hogy ugye ez arról szól, ez ilyen Redlandia szerve. Hát Feri is megcsinálta hasonlóképpen, ez ugye egy kicsit kisebb alapterületű maga a hordalán, de mindegyik ugye ebbe a direkt ebben a milyen dizájnban készültek ezek a oldalak, és egyébként tök jól is működnek, tehát nagyon jó kitalálta az öreg harcos, mert tényleg egyébként jól működik. Nem mersz bejönni, Mikey. Ja, nem mer bejönni, így van. Jöhetnél, mert hatalmas munka előtt állunk, szóval tényleg bejöhetnél, Mikey, mert tényleg egy óriási nagy motocross pályát szeretnénk, csak először megmutatom már, hogy mit művelt itt Feri. Mert ő is nagyon sokat dolgozott ezen, az egész szabadsága ráment Ferinek. Na, én kiveszem már a kezemből a kést, hogy ne legyen már itt a kezembe kés, de... Ott van Feri bácsi. Na, én is kapcsolok már lámpát. Hát nézzük így, hát ilyen az történt, csak annyit, aztán majd Feri elmondja ezeket, szóval létezett itt egy forzsos ház, amit ő blokkonként szépen kibontott, és egy új blokkal
kicserélte, ha jól értettem, és így az egész ház egy, mégis egy új ház lett belőle, de mégis az a forzos ház egyébként. És hát most nem látom, de mindjárt megnézzük már közelebbről, hogy mi van ott a felirat, mert egyszer, amikor volt, kölcsön kaptam egy társadalmas puskát, akkor meg tudtam nézni, de most nekem nincsen még ilyen, mert azért, na, akkor most már látszik a szöveg. Adattam volna. Jó, de így még jobban is látszik szerintem a szöveg. Na, szóval ez abszolút, abszolút, ez az egész szerver ugye emiatt róla szól. De hogy ez a szerver, gyerekek, vagy hát akkoriban 16.4 tényleg ilyen volt, hogy nem lehetett normálisan öltünk. Tehát vagy melegünk volt, vagy fáztunk, tehát hihetetlen. Na, egy, nem tudom, hogy menjek egyet körbe, vagy menjünk befele. Egy gyorsan egy gyors kört futok, mert kívülről kevesebb a látnivaló, tehát azért, de itt vannak a virágládák, mondjuk szerintem az eredetiben nincsenek így ilyen virágládák, nyilván. Nincsenek, de ez ennyivel ki lett így egészítve. Jól és körbe lett csinálva ilyen sódörsút, bár nem látszik sokat, de... Ja, igen, ez a kis sóderes út. Ja, igen. Azért mondom, te mondjad. Meg kifele is ugye innen. Végig megy a másik útig. Egy sóderes út. Hát olyan, amilyen lett. Ugye. Ja, jó. Hát, igen. Tudjuk, azt mi láttuk milyen Redinek a live-el, hogy nem egyszerű ezeket csinálni, ezeket utakat építeni. Na, akkor menjünk be a házba, és akkor bentről jobban lámpát kapcsoljuk. Nem tudom, hogy látok jobban. De látom, hogy elektronika van. Fel van turbózva ez a ház jobban. Igen. Csak jó, ilyen hát, hangulatvilágítás. Igen, de szóval látszik, hogy ez az a ház, csak hát mondom, így ki lett minden cserélve úgy, ahogy hát Feri sokat dolgozott. Igen, itt van, itt kell, hogy legyen egy WC, ami nem így nézett ki alapvetően. Itt nem WC. Működik. Ja, itt toi. Hát ide... Milyen WC? Igen, hát ketten is lehet egyszerre, csak ki melyik egyszer. Nem, ez nem is WC, ez itt tusoló amúgy, de létezik ilyen WC is, hogy ilyen kis luk ja, a Bulgáriában, hogy nem is tudom, meg így vannak ilyen keletemre, lehet ilyeneket. Na, menjünk felfele, azt mondom. Na, ezeket mindjárt elolvassuk, hogy mik vannak itt a falon, mindjárt elolvassuk. Itt van egy kis dolgozószoba. Na, hát Alex, a videós szoba. Igen, itt a videós szoba, így van. Bár zöld hátteret nem használt soha, de... Ja, az itt a zöld háttér is. Na, megőrülök. Tényleg jó. Na, olvassuk el. Oké is. 1063 videó, több mint 14.000 követő. 44-es volt. Igen, a dátum. Hát ugye ez akkor meg is volt a megemlékezés csinálva. Moderátorai. Hozzájuk tartozik. Meg itt is. Ez is lényeges. Jó, és akkor hát ezek is ugye, tehát fel van turbózva, mert ebbe az eredeti házba ugye semmi nem, tehát azért ez így tényleg nagyon szép így a faborítás, meg minden, ezek nagyon ízlésesen meg van csinálva feléként, tényleg gratulálok. Igyekeztem, köszönöm. Na, ide meg ki lehet ülni, esténként sörözni és nézni, hogy vonulnak a zombi hordák. Jó, úgyhogy nagyon-nagyon sokat, hát nem tudom, mennyit dolgoztál rajta, hát egy hetet, hát szerintem így reggeltől estén. Igen. Aha. Hát egy 4-5 nap biztos, hogy meg volt. Így nappal átéve. Ja. Megint itt tartom, azt hittem öreg ajtuk már az öltözködés, milyen nyavajgás. Hát igen, de tényleg amikor elkezd nyavajogni a karakter, akkor én is így lepereg az életem ilyenkor mindig, hogy azért az új részekben már azért ezen javítottak, de ebben... Az kislányoknak való az új rész. Kislányoknak. De azért... Ettől függetlenül Feri elkezdte már most, hogy elkezdted építeni, vagy el akarod kezdeni építeni, hogy ott is valamit csak mondtál. Terv. Ja, hogy csak terv, hogy ott is csinál egy házat. Hát míg elérem azt a skillet, hogy bírjak pakolni, meg bírjak. Tehát azt a szintet, tehát amit itt, hogy akkor végre nekiálljak, hogy na, minden megvan hozzá. De ugye azért követ bányászni nem mindegy, hogy lihex 3 perc, másodpercenként vagy azért tudod már ütni. Hát ja, az biztos, igen.
Jó, úgyhogy Feriké, hát mi már korábban is megbeszéltük, hogy mert láttam ezt azért is nem úgy esett le az állam, mint ahogy az előtt, mert szóval tényleg nagyon szép, csak hát én már láttam ezt a házat. Nem, Igen. nem most jöttem legelőször, de szóval tényleg szépen megcsinálta. Na. Jól van, és hát nekünk ami tervünk van, hogy egy ilyen nagyobb, monumentálisabb, tehát olyan, ugye megcsináltátok ti, szia Levike, megcsináltátok ti még akkoriban Mikey-val azt a kis motorversenypályát, de az ugye egy ilyen körpálya jellegű volt, ez meg egy ilyen nagyobb területen lefel, be az alagútba, ugrató, mit tudom, tehát valami ilyesmit gondoltam én is ki, vagy valami ilyesmit kéne megvalósítani. És hát nincs, terület az van bőven, igazából most, hogy merre fog kanyarogni, nem tudom, azt kéne eldönteni, hogy hol kezdődjön, aztán onnantól meg aztán majd látjuk, hogy merre tekereg. Feri építette a pályát, azt mondja Mikey. Nekem erős hát kell mostani, elég gyenge, de nyugodtan tegezi. Ja. Keresünk egy olyan alkalmas helyet. Erős gép kell le a jár. Hát attól függ, igen. Mondjuk ez egy régebbi most, amit most játszunk, ez a 16-4-es, ez azért nem kell talán annyira erős, de azért ennek viszonylag erős gép kell, igen. Jól van, hozzád menjünk esetleg valamiért? Vagy próbáljuk megnézni, hogy honnan kezdjük? Ja, vagy akár a térképen megnézni, hogy a nagyobb tiszta terület kéne igazából. Mert igazából én arra gondoltam, szia Enigma, én arra gondoltam, hogy szia Prime, hogy ott például az én bázisom körül is elkezdődhetne, mert ott van például egy, menjünk már el arra, és akkor megmutatom, hogy mit gondolok. Okay. Csak mutálom. Jó, megyünk itt, hogy próbálunk valami félig úton, ha már amit sem nagyon vannak itt utak, de... Próbáljunk egy kicsit. Oj, te kerítés! A kutya felján. Ki rakta ide? Ja, az én kerítésem. Ja, gondoltam, mert ez nem ide való a játékban. Ez lesz majd a ház. Ha. Házom. Ha egyszer elkészül. Napá, ez mi volt? Akkor átugrott a képernyő, de mitől? Ránézzünk már tényleg Hagannak is a bázisára, mert is útbe esik innen. Hát Hagané is eléggé különleges. Csinált is belőle egy live-ot, vagy videót, vagy nem tudom, majd live-ot, mindegy, szóval feltöltötte a saját oldalára, de azért megállunk egy kicsit megnézni, mert az már következő, az már milyen lesz. Szóval Hagannak, ugye itt van alul a hordaváró rész, hát ő is hasonlóan, ugye ez ugyanaz a redalinos mintára lett ugye az alja megcsinálva, csak ugye a teteje az már nem, tehát ő így... Mi az a ceruza ott fent a tetején? Nem is néztem még eddig. Na, és a hogy... rakéta. Vagy rakéta. Ja, lehet, hogy... Szomkult akarja rakétázni. Úgyhogy ez is nagyon ízlésített, tehát ezekkel a ilyen eltekert változat. Már különleges, tehát tényleg szép. Egyedi. És akkor neki meg itt van a, sőt, ő azt hiszem motorral szokott itt feljönni, és akkor ott tárolja, ja, ott van a motorja, és igen, tehát oda beugrott motorral, hát kifele meg csak simán jön, de így tárolja a motort. Aha. Jól van, én szerintem menjünk tovább, mert aztán lassan este lesz. Hol a mocim? Na, én itt így el is engedem, hogy lerakom. Na, én azért arra gondoltam, Feri bácsi, mert tényleg ezt nem beszéltük meg Ferivel, nem beszéltünk még össze, hogy tehát mondjuk, ha valahol itt elkezdődne, nem tudom vagy pontosan, hogy, de és akkor mondjuk elindulnánk úgy a hegy felé, a hegynél is lehetne akár egy, hát nem tudom, az a hegy meddig tart, hogy milyen, de lehetne ott is csinálni benne, ha már ott vagyunk, akkor fúrunk egy kis alagutat,
Sőt, hát igazából már itt is úgy kéne szerintem menjen, az lenne a legjobb, hogyha valahogy, tehát felmennénk egy ilyen hídszerű valamire, és akkor majd azon mennénk, akkor lenne egy kis ugratók, itt-ott-amott lenne, csak hát ezt majd menet közben úgyis majd adja magát a dolog, csak valahol itt el kéne kezdjük szerintem egy olyat, hogy na hogy ugratunk rá, vagy akár lehetne úgyis a kezdőpont, az, mit szólnál hozzá, hogy a kezdőpont az úgy lenne, hogy leraknánk itt egy megerősített felvonóhidat, mert azon ugye akkor fel tudnánk menni egy bizonyos szintig, és akkor onnantól már ugye a levegőbe vagyunk, igen, és onnantól igen. Már menne a levegőből egy ilyen valami. Aha, tehát ilyen épített, magas épített pályára hát, lenne? Hogy, igen, tehát, hogy most akár tehát most egy verseny is, hogyha mondjuk ketten vagy hárman el akarnak menni, akkor a felvonó hídon ugye fel tudnának oda emelkedni, és akkor onnantól kell, csak azért, mert ugye a zombi biztosra is kell azért csinálni, hogy azért ne tudjanak hozzányúlni, és akkor mondjuk a felvonó hídon kezdődne az egész, tehát hogy ne legyen már egy olyan, hogy így van egy feljáró, és akkor a zombik is esetleg felmennek rajta, vagy valami, tehát hogy valahogy a kezdése is úgy lenne megcsinálva, de nem muszáj, csak gondolkoztam, hogy valahogy. Hát akkor viszont nagyon sokat kéne alá vagy pedig megcsinálni egy olyan ugratót, mint ami ott Hagannál van, hogy csinálnánk egy ugratót, ami után van egy kis levegő, és akkor azon a zombi nem tud átmenni, viszont már motorral átugratunk rajta, és akkor úgy, aha, úgy menni, mert az a másik megoldás. Uh-huh. Hát minden esetre, hát, ugye mi fából gondoltuk, mert simán lehet fából, az a legolcsóbb, a fa az van bőven. Jó, akkor kezdjünk szerintem. Itt már kezdtem közben frémet csinálni. Ja, az a te hangod volt, közben rájöttem. Jól van, na akkor, és én szerintem csinálhatjuk olyannal, hogy csináljuk szerintem úgy, hogy a frémekből, hát nem is muszáj, hát lehet rámpásat is, az mondjuk meredekebb, de hát ugye az, ez a rámpás, ami itt van, de nem muszáj nekünk ennyire meredeknek lenni, tehát fel olyan meredekre is lehet a kezdésképpen azért csinálni, bár hát ezen is felmegy a motor simán, tehát nem azért. Nem, ennyire nem kell, meg amúgy is csúnyán néz ki, hogy a ugye a motor nem követi Na a akkor ülés. Jó, akkor szerintem, vagy nem tudom, csinálsz olyan vizéket, hogy csináljak én meleden? Igen, csinálok. Mert akkor azért is jobb egyébként, hogyha meg van emelve, mert ugye itt, hát emlékszünk azért erre a problémára, amit éppen itt látunk is, hogy szóval az egyenetlenség az így a földön azért az nagy, tehát sokkal nehezebb itt a földön olyan utat építeni, mint amit mondjuk fent tudnánk, én szerintem. És hát nem tudom, milyen széles legyen még az se, az mondjuk egy 4 széles, az milyen lenne, hogyha mondjuk te... Attól függ, hogy hányan leszünk. Vagy attól függ, hogy... Hát egy 5 is legyen, és akkor az úgy szerintem. És akkor így lenne az eleje, ugye? Kb. És akkor így kezdődne. Ja, körülbelül úgy, igen. Uh-huh. Ja, és itt már... Jó, hát ezeket majd fejlesztjük, mert nekem hoznom is azok már egy kis ilyen fejlesztő kézi készüléket. Ja, hát addig úgyis megmutatom már, hogy itt bent mi van, mert nincs annyira megcsinálva a dolog, mint ahogy mondjuk Redi ezt megcsinálta, egyáltalán nem tökéletesen pont úgy néz ki, mert nem is az volt a cél azért itt belül, de valamennyire itt próbáltam így a belsét, tehát nem lett kifestve, vagy ilyesmi, csak így valamennyire itt meg lett így csinálva, hogy mégis lehessen, hol... Ja, itt van a kis fejlesztő. Jó, hát a többi dolog meg szerintem nem kell. Én most nem is akarok ezzel variálni ezeket. Ezt egy zombi hozta az előbb, úgyhogy ez marad. Most ez se kell ide, ja, a hús se kell. Sőt, még ez se kell, mert... Ja. Sőt, ahogy elnézem, szerintem nekem ez se kell. Ja. Mindent kihaigálok. Ennyire jó, nem? Öltözvetkőz. Jaja.
Igen, aztán majd viszont másik dolog, hogy hát majd lehet, hogy egyébként nem tudom, most csak úgy belegondolva, mi történik, hogyha valaki így motorral lejön. Mondjuk hát meg nem, vagy nem lesz olyan baj, csak de ettől függetlenül lehet, hogy meg kéne csinálni ilyen hülye biztosra, hogy ne tudjunk így leesni róla. Szóval lehet, hogy majd valami szélét majd alkalmatlan idővel kell rátenni. Kapcsolok már én is lámpát. Milyen magas legyen, Gáli? Hát nem tudom, de azért jócskán, hogy a zombik elszaladgáljanak alattunk, szóval itt a legeleje egy kicsit ilyen hogy nyűgös, hogy amire megemeljük, de aztán utána nekem is neki kell még frémet csinálni. Mi a gond felé? Mit eszel, iszol? Adjak valamit? Igen, fölöttem már a... Ja, nem nevettem föl, most veszem fel a pontyút. Most már jó lesz. Ma legyen ma. Meg alulra lehet akkor mondjuk rámpát rakni. Jó, hát innentől már kezd. Azokat se tudom már, majd valahogy el kell majd azt is dönteni, hogy igen, tehát majd alá kell oszlopozni, ugye, és majd meg kell számoljuk, hogy hány oszlop lesz az, amit ez el fog bírni. Majd ezt meg el kell majd dönteni, hogy mennyi legyen az annyi. Itt most mondjuk elférnek alatta, de... Na mondjuk hármasával, négyesével lehet szerintem. Meg ez túl sűrűn van. Mondjuk ez fal, tehát ebből kéne, hogy bírja. Nem tudom, mennyit, de... Érdemes lenne egyet letesztelni, hogy mennyit bír. Mert azért nekünk sem mindegy, hogy mennyi oszlop lesz, vagy mennyire sűrűn kell majd alá támasztani. De itt már egyenesen megyen? Nem is nézve. Nem, hát még emeljük. Mehet még feljebb. Ja, oké. Meg hát olyan lesz ez, mint egy hullámvasút, tehát fentebb, lentebb, mindenféle. Én elbírnám azt is viselni egyébként, hogy lenne olyan része, amikor lejön a földre, ott megy, és akkor utána újra visszamegy fel, tehát szóval lehetne sokféle változat. De hogy legyen jó nagy. Hoppá. Nem baj. Szóval egy Alex, de hol van ez az itt? Ja, itt. Ja, itt van. Itt van egy Alex. Jó, igen, és akkor innen még mehet ez feljebb. Oké, hát ez itt ott már kezd majd gyanús lenni, hogy nem tudom mennyit fog kibírni. Kiderül. Leomlasszuk az egészet, vagy csináljunk belőle egy tesztet? Az alaputak 6-10 blokk szélesek. Értem. A fa max 5 blokkig bír. Azt mondja Enigma. Ja, amíg nem kezded el modolni, vagy nem építesz nagy dolgokat. Kenyér pirítól is elfut. Hát igen, de most hogyha ezt nézzük, hogy ez is mennyi, ez 1, 2, 3, 4. Igen, de mondjuk valahol, mondjuk az a magasság már lehet egyébként, hogy jó is így. Tehát hogyha tegyük fel most az első oszlopot, azt mondjuk valahova ide megpróbáljuk így berakni. Valahogy mondjuk az elsőt. Meg nem tudom, hogy mennyi, hát... Szerintem nem lenne muszáj szerintem telibe rakni az oszlopot, tehát most akár egy ilyen is elég lenne neki, gondolom. Mondjuk egy ilyen dupla, vagy nem ide, hanem akkor egy ilyen... Hát, vagy nem tudom, hogy a zombik, mondjuk attól függ, hogy a zombik, ha kilökik, akkor
mégis egybe maradjon. Szóval lehet, hogy jobb ez, hogyha minél több, mondjuk egy ilyen hármas az már valószínűleg elég erős lenne. De az is lehet, hogy majd a lábait idővel felfejlesztjük betonnál, vagy valamit majd lehet, hogy csinálunk. Jó, meg hát majd le is lesz festve, meg ilyesmi, úgyhogy majd... Úgyhogy ez mindegy az, hogyha az úgy most fel van fejlesztve. Jó, és akkor nem tudom, hogy te már... Akkor ott lehetne már egyenesre futtatni, szerintem. Aha. Na, akkor én elkezdem minden rakni lentről. Mindjárt jön az éjszaka, mindjárt futnak a díjbirkózók. Úgy is jönni fognak mindjárt, Feri, készülj. Azt nem tudom. Rá vagyok készülve. Ja, az jó, mert én nem. Van minden én nem, is úgyhogy... Lehet, ja, nekem van. Jó, van pisztoly, van, akkor már jól van. Olyan nagy... Nem hiszem már. Már még, csinálok még blokkot. Jó, és akkor innentől viszont számolunk. Akkor azt beszéltük, hogy számolunk. Tehát csak egy, kettő, vagy három, négy, öt, és mondjuk ez a hatodik, tegyük fel, akkor hát megnézzük, hogy igen, megnézzük. Ahol, amikor ennyire megállt, akkor már jó. Jaj. Igen, már akkor ennyire megállt, akkor már tök jó. Nincs luk, vagy mi van? Vagy itt luk van? Várjunk. Ja. Nem baj, már úgy is lesz fel azt, úgyhogy... Ja, persze, meg hát nem baj az, hogyha erősebb, mert meg lesz az erősítve, jól van ez. Jól van, és akkor hát elindulnánk szerintem abba az irányba, mondjuk akkor ez itt kezdésnek tegyük fel jól, hát aztán majd meglátjuk. Hát próbáljuk már ki motorral, hogy ha most így rámegyünk motorral, akkor mondjuk a ketten vagyunk. Ja, oké. Okay. Nézzük már meg, hogy vagy legyen szélesebb, mert... Mert lehet, hogy... Hát édes kerül az, szerintem. Kettőnek max elég. Hát kettőnek, ja, ez... Uh-huh. Jó, hát végül is, ha megcsináljuk most ilyen szélesre, és később, vagy úgy látjuk, hogy kellene, akkor végül is hát mellé tudunk építeni még. Persze, szélesíteni. Akár mind a két oldalra, tehát szélesíteni még tudjuk, úgyhogy... Ezt meg úgyis átrágjuk, meg átgondolkozzuk, hogy jó, de mind. Most azt sem lehet tudni, hogy hányan leszünk. Szia Attila! Szia Zoli! Azt sem lehet tudni, hogy hányan jövünk majd, de akinek lesz kedve, akkor jönnek majd aztán majd a legvégén majd kipróbáljuk majd... Szia Hagan! Hagan mester, megmutattam a bázisodat, nem baj? Jól van, és akkor folytatjuk itt tovább. Építjük a versenypályát. Na, 1, 2, 3, 4, 5, ajaj! Ajaj, Feri! Jó, hogy nem vágtad ki itt az összes fát, nem kell messzire menni. Ja. Kell majd sok, úgyhogy majd szerintem még el is ültetjük, mert nem ültettem vissza mindegyiket. Jó, hát viszont majd... Ja, most lehet, hogy itt érdemes tényleg így egy gyorsulásból neki menni mondjuk a hegynek, csak... De akár csináltunk is bele valami kanyart, ha gondolod. Szerintem menjünk kell a hegyig, ezt jó, majd megváltam. Mennyi ez? 1, 2, 3, 4, 5. Öcsém.
Hát így megy a munka. Ja, így igen. De sötét van most is. Igen, mondjuk az nem kedvez. Az biztos. Hát szerintem ezeket ki is csapkodhatjuk itt. Ezeket csapjuk is innen ki, úgyis útba lesznek. És milyen hosszúra gondoltál? Ja, amit. Nem tudom, de jó lenne szerintem minél hosszabb lenne, nem? Mert szerintem jó lenne minél hosszabb lenne. Ezeket kell innen csapni, úgy csak útba lesznek. Kis vacak. Meg itt emelkedik, ugye csak Feri, itt emelkedik ez az egész. Úgyhogy szerintem neki állhatunk még emelni ezen. Ez mehetne majd feljebb, mert látod, folyamatosan emelkedünk. Oké. A sikítós már ott van. Hagyjuk? Persze, hagyjuk ögesse. Igen, az úgy jó, itt nem is muszáj, hogy tegyük alá? Hát végül is még lehet, hogy elférnek alatta, akkor tehetjük. Na, nem szabtad le? Nem bírtam valamiért, az íjjal nem. Egyél kevesebb. Ja, ja. Legyen jó 4 kilométer, hát 4. Hoppá! Az igen. Ez már hosszú volt már, az a baj, ez már nem volt alátámasztó. Az már egy kicsit hosszú volt. Hány ilyen lesz még? Akkor innen, onnan emelek a másik. Jó, onnan már, igen, onnan már elkezdheted, és akkor, hogy rakod rá, én meg majd itt támasztom alá. Oké. Kell csinálni feljárót már. 3, 4, 5, 6, kéne már alá támasztani. Ha jól számoltam, ha nem, akkor leomlik megint. Aztán ki a külsőre majd azt a részt fogjuk szépítgetni. Ja, hát ezt majd persze lefestjük meg mondom még ezeket az oszlopokat is szerintem azért, hogy nehogy beleakadjanak, vagy bármi, szerintem még azt fel is lesz betonnál, majd felnyomjuk az egészet. Fogyott. Jó van, ez lett neki. Elfogyott a frémem. Nincs is annyi fám, de kell, hogy legyen. Pont otthon hagytam úgy 500 darabot a ládába, jó helyen van. Van baj ez, majd.
Most mehetünk egy kicsit egyenesen, nem? Hát igen, bár az se baj, hogyha egy kicsit emelkedik, hogy viccesebb, de inkább mindegy, így is jó, úgy is jó. Nem baj az, hogyha minél magasabban vagyunk. Ez én vagyok, vagy te vagy? Hát én 16 fokkal nem hiszem, hogy annyira... Azt hiszem, hogy te voltál. Kell az, amit én az ötten, nem biztos. Gyere, adok neked valamit. Na. Ha esetleg bajba kerülsz, ott vannak fenn. Jó. Ha már én vagyok fent, akkor... Hát én mondjuk, ha olyan, én már megtanultam, hogy olyankor felveszem a nyúlcipőt, aztán ezek elég buták, nem tudnak követni egy idő után. El lehet futni előlük. Várja, oda még alá kéne tenni valahogy. Aha. Jó lesz, ez így jól emelkedik. Azt már még szépítgetjük. Ugye meg is nézem. Külsőre is, hogy jól mondjam. Ugye meg is nézem, le is ugratok. Oké. Okay. Jó, az a baj, hogy ugye gyors motorral ez még ilyen pikpak keresztül megyünk ezen, tehát... Kellene csinálni egy ilyen lukat. Átugratni. Olyat, igen, én akarok olyat, igen, hogy átugratni, az jó lenne, igen. Azért ezt most akár fel is, ez már maradhatnánk is, ez egy jó ötlet, és akkor ezt most felvihetnénk egész jó magas, és akkor utána alatt megfolytatnánk egy másikat, egy ilyen kis ugratós. Akkor itt ezt befejezzük, mennyit hagyunk ki? Hát ezt én szerintem el lehetne vinni egy ilyen, tehát még feljebb kéne vinni, úgyhogy mintha ilyen öt blokkot még, ugye, mert ez körülbelül annyit kibír, hogyha feljebb viszel egy öt blokkot. Ez most még kettőnél tartunk. Vagy négyet mondjuk, tehát hogy egy párat még leraksz mondjuk még belőle. Akkor, mert ugye a két darabos az a fajta. És akkor az már úgy megint még magasabb, vagy akár ott még csinálhatnál, akár rámpából rátehetnéd a... Figyelj csak, oda tényleg rámpát nem tennél fel, mert az még extrában meglőne minket az egekbe, hogyha oda tennék. Mert ott már nem lenne annyira feltűnő, mert eleve már ugye megyünk felfele, az a rámpa az meg csak már egy picivel emelné még magasabbra. Jó, oké. És akkor utána az... Hát igen, így, hogy nem tudom köpködni, csak így kicsit érdekes. Aha. Aha, mert ez így nem lesz annyira feltűnő, viszont ez kilő majd minket az egekben, egy ilyen. Oké. Okay. Fel tudom én még oda rakni? Hát... Nehéz. Nem hiszem. Majd megpróbálok felmenni, és akkor lerakni ezeket. De akkor még egy rámba sor kéne. Még egyet van. Azért is tettem oda, hogy még annak a tetejére tehetnél egyet. Jaj, az úgy tuti jó. Hát az kilőne minket, az tuti. Nagyon jó lesz. Akkor meg kéne nézni, mennyire vissza. Ja. És akkor én lerakok ott egy izét, egy frame-t, és akkor kb. Tudjuk, hogy odáig elmegy a motor. Hát igen, attól függ, kinek milyen motorja van. Tehát mondjuk azt hamarabb kéne valószínűleg, mert nem mindenkinek. Hát egy-két blokkal vissza, aztán utána még lehet adom. Vagy ott állj meg, ahol leesett. Jó? Jó, megpróbálok. Hú, az igaz.
Itt le is ugrottam, mert körülbelül idáig jött. De mondom, egy kicsit visszább, mert nem mindenki fogja ezt, esetleg, hogyha nem olyan motor van a motorjában, mert mondjuk az ebbe is, mondjuk ennél is biztos lehetne még jobb is, de ez 543-as, de hát mondjuk, ha valakinek csak 300-as, nem biztos, hogy elugrik idáig. Tehát azért kéne úgy, hogy azért biztos benne legyen. Mondjuk ide, hogy hát úgy körülbelül szerintem igen, az szerintem is úgy jó. Várjunk csak ehhez, ez, ha jól látom, nem biztos, de aha. Igen, mert körülbelül így van a lábai. Ja, hogy te már, ja nem is a lábait persze, hát ide lábak kellenének, Feri. Hát ide végül is lábak kellenek, mert akkor ez már itt... Ja, így. Hoppa. Jó. Na, a fűtől nem bírtam. Jó, de nem kell annyira magasra, tehát szerintem az lehet, vagy ja, de lehet végül is. Vagy nem muszáj, annyira, igen, akár nem muszáj annyira magasra se felmenni, hanem kicsit lejjebbről kezdődne, vagy folytatódna az út. Még akár, na itt szerintem ezen a szinten, ahogy most áll szerintem, mert ugye pont ez benne a dolog, hogy így repülünk egyet, de azért nem esünk le a földre, és akkor valahogy erre már lehetne utána építeni. Oké, akkor innen viszont már lehet szélesebben. Ott már lehet, aha. A következő sortól legyen, vagy ettől? Aha, hát jó itt is, ez jó itt is végül is. És akkor megint fölfele gondolom, nem? Hát egy nagyon rövid ideig lehet normálisan szerintem vízszintesen, bár ez itt emelkedik. Hát igen, itt már elérem azt a szintet. Hát igen, lehet, hogy egyébként mehetne. Akkor egy 5 blokkig megy egy vízszintesen, jó? Csak utána emelkedni. Csak hogy mégis. Jó. Jó, akkor ez vagy ez hány blokk ez? 1, 2, 3, 4. Akkor még egy jöhet egy ötödik, mert utána jön is a láb. Igen, és akkor már megy a emelkedő. Itt is vagyunk a motornál igazából. Kicsit félre is állok. És akkor innen jön már az alátámasztás része. Nem akarom elkiabálni, de nem jöttek még. Hoppasz. Jó. Szia Gobesz, mi van veled? Semmi? Jó, hát eddig, ja, hát eddig ennyi legyenes még az út. Amikor mondod, akkor kanyargunk egyet. Jó, de most akkor csináljuk úgy, hogy már azt beszéltük, hogy mi lenne, hogyha neki megyünk úgyis ennek a hegynek valahogy. Itt is, ez nagyon meredek ez a hegy, tehát ez a... Hát majd eljutunk idáig, ez jó hosszú amúgy, de eljutunk idáig valahogy. Annyira meredek, tényleg jó hosszú. Nem tudom hány lát, ez is egyre meredekebb. De eljutunk odáig, hogy tehát ez már annyira meredek, hogy ezen nem lehet felmenni igazából. Tehát ezt már átfúrjuk majd valahogy, valamilyen formába, vagy szóval hogy valami ilyesmit csinálunk, de ugye ott nem, azon nem lehet egyszerűen se, hogy... Hát akkor én azt mondom neked, hogy akkor kicsit menjünk egyenes vízszintesen, csináljunk benne egy kanyart. Lehetne benne igen egy kis kanyart is csinálni, egy kis lassítót, kis technikai igen. Részt. És akkor még utána kiássuk az alapítót is belül.
Jó. Tehát legyen, mit tudom, egy balra, egy jobbra, és akkor már mehet is egyenesen, akár. Picószúzva. Jó. Mert nem, az se baj érzik, mint hogy jó magasan menne, tehát nem kéne ennek ilyen magasan maradni, tehát ez egészen fent is mehetne, hogy le lehetne nézni. Sőt, hát ha lenne itt egy felhőkarcoló, még fel tudna menni a felhőkarcoló fölé is. De, de még mehetünk, igen, csak a felhőkarcolók azok körülbelül ott vannak. Tehát, akkor emeltünk arra is, ha mondom. Igazából. Jó, hát persze, de így úgyis ez még... Hát látod, hogy felülök a motorát, olyannyira pikpak itt vagyok, szóval egy gyors motorról ezek a távolságok semmi. Tehát itt ez jó nagy pályának kéne legyen. 1, 2, 3, 4-nél tartasz. Akkor ez a negy... Na, ez a negyedik. Jól mondom, várj. 1, 2, 3, 4, 5, akkor ez a 6. Az ilyen milyen lenne a 10 perc alatt menni végig mondjuk egy pályán? Ez mit kemény? Vagy 10 perc. Mi lenne? A 10 perc menni egy pályára. Pályán. Ja, ez egy kör. Hát amúgy az se lehetetlen, hogy meg kéne csinálni azt is, hogy akár összekötni, hogy több kör is mehessen, de azt egy ilyen sima ugratóval meg lehetne csinálni, hogy ugye ott elkezdtük, ahol elkezdtük, de hogy egy ugratóval össze lenne kötve, és akkor akár több kört is lehessen menni, mert az úgy nem lenne rossz. Hát azt még ott addig eldöntjük úgy is. De hát ez úgy nem lenne rossz, hogy nem egy körre menne a verseny. Hát akkor egy jó nagy körnek kéne lenni. Na megnézem, hogy megy ez most mociban. Nézd egy kört. Aha. Na, ezt nagyon kiszámoltuk. Ez pont majdnem. Majdnem leestél? Nem, le is estem. Vagy igen? Még rövid lett neked? Rövid. Aha. Hát, figyelj, azon lehet húzni ott egy kicsit. Ja, ott nyomhatsz, mert... sőt, hát te ez hármat is oda nyugodtan. Még egy kört ide teszünk. Pedig nem is tudom milyen motor van benne, azt mondom, Lila 541-es igen? Motor. Na, akkor majd nézzük az enyémet is, mert lehet, hogy én csak véletlenül ugrottam el eddig, vagy mi lett? Nem tudom, nekem milyen turbót használsz. Csia, biztos. Nekem nincsen turbóm. Ja, nyomtam a streamer turbó gombot. Ha, jó lesz. Na, most átugrat? Na, nézzük. Jó. Az valami nem tudom, véletlen volt. Hogy sikerült az. Jó, hát így most már átjött szépen. Mondjuk jobb, igen, tehát azért lenne jó minél magasabbra felmenni, mert mekkora nagy állat lenne, hogy olyan tényleg úgy repülnénk így 3 másodpercig. Tehát azért az úgy... Csak valahogy meg lenne egy ilyen kis siklatúrja csinálva, hogy azért ne halljunk meg, amikor földet érünk. Mindent lehet akár igazából. És hogy menjek föl, hogy csinálok valamit, lejár oda. Ja, hát de csináltunk itt-ott egyébként ilyen sima létrás, csinálok már néhány létrát, mert az se baj, hogyha van itt-ott csinálva, mert ilyen szerelő létrát, az nem baj az, hogyha okay. Van. Szerintem csinálok is ide. De csak itt van ilyen létre ezen az oldalon. Mert
lámpa van még nálam. Ja, háló van még bőven. Mikit úgy valószínűleg is. Aha, ugye kicsapkodjuk itt a fáját. Igen, azért most én elfutottam odáig a gátig, de hogy megy annak a tetején természetesen egy út, amúgy, de még gyalog is messze volt, hát mindegy, de valahogy meg eljött. Hát ide majd akár ezeket a fákat amúgy elültethetjük az út mellé. Oké. Úgy is kellene fog még faanyag. Na. Na, akkor hogy menjen tovább, Axel? Hát akkor mehetünk, én szerintem ez emelkedni fog nagyon sokat, tehát ez annyit fog emelkedni, hogy majd csak eljövök idáig, és már és innentől még egyre jobban fog emelkedni. Tehát én szerintem mehetünk még felfele, hogyha azt tudnánk tartani egy ilyen jó kis felfele irányt. Viszont ezzel akkor akkor egy-két kanyar visz. Igen. Azt tehetünk. Azt nem tudom, mivel fogunk kanyarodni, az most egy jó kérdés. Hogy értem? Hát, hogy jó, mondjuk te jobban tudod az elemeket, mert csináltátok a másik motorpályát is, hogy még a kanyart, meg kanyart azt egy kicsit még ráadásul kicsit szívesebbre is kéne csinálni, mint normálisan. Hát amúgy az az öt blokk az nagyon kevés lesz szélsőben. Szerintem. Valószínűleg, hát jó, de ezt már így már körbe tudunk, tehát a szélére mondjuk egy-egy sorblokkot azt nagyon könnyen oda tudunk tenni, az ki is bírja, az nem kell lábat se tenni hozzá. Úgyhogy ezt, igen, tehát ezt lehetne szélesíteni simán. És akkor az alapja, tehát igen. Jó. Hát igen, majd azt megtörténik. Várjunk csak, azt is nézzük, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 5-nél járunk. Tehát ide majd akkor kell láb. A lábat, azt hogy is van, hát 3. A jelme le ne szakadjon. Oké, okay, akkor rá többet. Inkább teszem ide. Inkább így rá is nyomtuk. Jó volna, már világosodna, tök jó volna. Na, majd kivilágosodik. Jó, hát igen, ezt majd nem is biztos, hogy itt jó helyre lett téve. Hát nem baj, majd akkor tesszük elrébb. Teszek még ide is akkor. Csak ha ki kéne adni majd, ez 3. Hát az még megy ki, nem tudom. Jó. Ja, egy sikánt beletenni? Na, persze. Szerintem... Ide, ja, nem, még csak mennyire tartunk, ez 4. 1, 2, 3, 4, akkor még egy ötödiket az még jöhet, meg egy... Ja, viszont az a kérdés, igen, hogy mennyire kanyarodunk. Hát arra fel kell menni azért, meg kell nézni. Az a kérdés, hogy mennyire kanyarodom most már. Hát szerintem valahol itt kiállni, jó? Hopp!
így. Na ugye felismerjek, már megnézem már felülről, hogy néz ki ez a kanyar. Igen, nem az igazi, de... Hát igen, ide majd be lesznek téve a kis 45 fokos kis valami. Kanyar miatt. Én mindig lássuk. Hát azt mondjuk el is kezdek gyártani ilyen kis... mindegy mennyit, de úgyis kellene fog sok. Melyikből? Hát én most a 45 fok, vagy hát a sima rámpát néztem, hogy azt, mert azok ide, vagy nem biztos, hogy mindegyikre, mert lehet, hogy ezekre a helyekre a... Na nem tudom, Feri, hogy gondoltad? Hát a konyarokban mindenképp kell valami, amit nem tudom kisodródni. Hát ezt még nem tudom, lehet, hogy a falat rakunk. Csak ugye lehet olyan is, ami igen, például ide elfér a két darabos is, ide, például ha már úgy néz ki. Ezekre a helyekre ide meg be lehetne tenni. Na, megint maradjon. Ja, mindig ez van. Igen, mert mondjuk ide lehet így, ide meg, hát igen, ide meg, hát végülis ide is akár mehet így, de mondjuk ide lehetne esetleg két darabosat betenni, ha beforgatod. Nem, mondjuk az a másik, ide is lehetne mondjuk a... Hát... Még az nem baj a szélesebb a kanyar, igen? Hát az nem baj. Jó, majd a Mike kialakul ez a kanyar. Mike kialakul, hallottad Mike? Szia, Dávid! Na menjünk tovább, aztán majd. Igen, Mike, jött egy Alex megint. Jó, hát mindegy, én akár ide ezt beleteszem, aztán majd látjuk, hogy ez marad-e így, vagy nem. Tehát szerintem nem, de... szerintem nem kell ezt majd másképp, de majd. Na, jól van. Na, próbáld ki, Alex. Nem tudom, most itt lent hogy állunk. Várjál, jaj. Ez le fogunk szakadni, jó napot kívánok. Munka heve. 1, 2, 3, 4, 5, ho-ho-ho-ho. Túl fiatal vagyok a halálra, nem akarok még leszakadni. Az. Eddig jó. És ott van. Egy kanyar, és akkor már mehetünk is ismét kérjebb. Hát milyen sokkal szebb lesz majd. Ja, hát majd persze. Meg telerakjuk táblákkal majd. Minden a kis. Jó van, mindjárt 4 óra. Nem jöttek zombik, itt vannak. Zombimentes. Átalakítottuk ilyen kreatív módra. Valaki valamit talál. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez már megint 6. Oké, akkor elkezdem ezt a kanyart. Jó.
Jó, hát jó nagy meló lesz ez. Akkor itt kanyarodunk vissza akkor a... Egyenlőbe, jó. Oda a Westfala. Jó. Mert csináltunk egy dupla kanyart, és akkor teljesen vissza ide egyenlőbe. Mindegy, szabadon válaszod. Jaj, figyelj már, Dávid, tehát tudod már azóta, ami jó, ez a 16-4, mert ezt még játszottad te is, de mondjuk már ezek a most Alfa 19-nél járunk, tehát már annyit változott a játék, hogy már... Úgyhogy újra kell tanulni mindenkinek, ez ilyen. De akkor most kanyarodunk erre, ebből meg akkor azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hát ha jól látom, hogy ide fog kanyarodni. Igen, az a terv. Hát a kanyarom még dolgozni kell azért. Jó, van ez. Meg van az 5, 2, 4, 6. Igen, nem baj. Ha meg segíteni akarsz. Mit hozhatom volna ki egy munkasztalt? Mi van munkasztala? Hozhatunk volna, mondjuk azt is cipelhetünk ide-oda. Hát van ott a bázison, hogyha... De az minek kell a munkasztal? Hát úgy jártam itt be a frémeket, stb. De jó így, mindegy, az így. Jó így. Na, ezt meg kéne nézni fentről. Van még nálam létre? Van. Sikor azt kivetlen. Jó, azt sem tudom, azért nem tudom hol, de lehet, hogy fent. Lehet, hogy fent van? Igen, lehet. Na jó, menjünk. Most már legalább világos is lesz a motorozás. Ezt most már azért az én motorom van ülök? Fentem, igen. Na nézzük. Ha csak nem Alexi. Wow. Jó, hohoj! Ez jó kanyar, oké. Okay. Jó, ezt be lehet venni még nagyobb sebességgel is. Jó. Ez nem jó. Mi nem jó? Lassítani kéne. Ja, de hát elég jó az. Mert azért lassít az ember, mert benne van a frász, hogy leesünk, szóval... Itt azt majd még úgy megcsináljuk, hogy jó, hogy lassítani kéne. Meg valamilyen kis patkát, hogy valami kell... Hát figyelj, itt van a bázis, ahogy kezdődik ez a... motorversenypálya, ott az alján, ott a tövénél, ott a bázisom, ott nyugodtan hagyhatod. De hagyhatod rajta is, mert szerintem, ha rajta hagyod ezen az egész úton, akkor se történik baja. Egy 3 perc nekem is bennem kéne. Jó, jó. Hoppá. Okay. De mondjuk felújítok. Itt se lesz ez most kész, tehát ez egy ilyen több alkalmas meló lesz, mire ez. Mert egy jó hosszú utat akarunk csinálni, tehát ezt majd az is lehet, hogy még úgy kéne csinálni, hogy valahogy becélozni, hogy, vagy valahol ott csinálni egy lyukat, és akkor ezzel úgy célozni, hogy mert ott egy alagúton is át akarunk valahogy menni. Azt sem tudom, hogy ott mi van különben, de el is megyek arra fele addig, amíg Feri áll meg. Mert én meg megnézem, hogy igazából, hogyha felmegyek arra az útra, mert ott egy út van ennek a tetején, csak hogy azután mi van? Hogy ez csak egy kis töltés, vagy ott is még megy a hegy tovább, még megy egy kicsit a hegy. Akkor itt jó kis alagút lenne, hogyha mindegy, belejövünk, és onnan, ahogy belejövünk, hát nem tudom most, vagy átfúrni az egész hegyet, ami a szép, de nem is olyan nagy, mert végül is itt, jó, nem olyan nagyon vészes, mert itt már vége van.
már vége van, és akkor itt valahol meg ki lehetne jönni. Valahol meg ki lehetne jönni, vagy pedig belejövünk, és onnan jövünk, aztán nyíl egyenesen kijövünk felfele. Szóval nem tudom, majd valahogy majd itt megoldjuk, hogy meddig, mert utána nyilván visszafele kéne aztán menni, nyilván a város fele kéne menni valahogy, és akkor a város fele is még csinálni valami kis kört. Ó, de hát ez nincs, nem tudjuk, mert nem beszéltük még ezt egész pontosan, de valahogy majd. Na, ilyen szét nagy ugratók kellenének, ebbe lehet belehalni. És szép volt. Lement felére az életem, úgy de szép. Ez szép volt. De mindegy, valami jó kis, tényleg jó kis ugratók kellenének bele. Amit úgy másodpercekig repül az ember, az kemény. Meg is van az ugratónk. Természetes képződmény. Nem is kell építeni semmit. Igen, egy kicsit ez lehet, hogy itt keskeny, ahogy. Hát egy kicsit keskeny, amúgy. Vagyok is. Okay. Megpróbáltam nagyon, nagyon jó onnan leugratni amúgy legfelülről, csak a felére ment az életem. Sőt, kevesebb, mint felére, de amúgy nagyon jó, nagyon élvezetes. Na, még a többi is igen jó lesz. Vagy jobb. Kicsit keskeny ez, tehát ezzel muszáj valamit, muszáj szélesíteni már most. Melyiket? Egy picit szélesítek itt rajta, ugye, ahova tudok így berakosgatok, aztán majd kiegészítem. Hát akkor elkezdem a másik felén is szélesíteni. Egy blokkal mindegyiket, nem? Aha, lehetne, valami igen, igen. Hát igen, én is csinálok akkor most már ilyen blokkokat is. Végülis az se baj, hogyha van. És... azt én... majd ezt szépen meg lesz csinálva. Hát nem így fog kinézni. Nem a festésre gondolok, mindenre. Ott az egy, ebből kéne egyszer. Mindjárt csinálom belőle egy 20-at. Vagyunk. Ez kell, igaz? Nem ez kell. Ilyen megy ide, hogyha ilyen gondoltál. Keresem, hol vannak már. Ez a wedge, ez a... meg a másik. Full corner, nem ez az. Nem corner, csak itt van egy wedge tip, de ez már meg így el van készítve, mégis az se baj, hogyha ez, az se baj, hogyha ez eleve így van már fából, mert amúgy tök mindegy, így is lehet. Jó, tehát már mindegy, úgy is lehet, ez teljesen mindegy. Másolunk. Na. De már nem érünk fel. Nem hát. Akkor jön ez. Hát most az íjamat is teljesen lemeztelenítem, a íjamat is lerakom. Na. És akkor mi kell nekem ez? Na így, jövöm egy símát. Hoppa. Jó,
Én is vagy? Adja kaját? Van nálam. Van nálam, de éhes ez a kis szerencsétlen. Éhen kúrálsz már. Egyszer fázik, aztán éhes, aztán szomjas, meg mindig minden. Valami baja mindig van. Ez nem is jó volt. Hogy van ez? Ja, így. Ja, és ez jött még ide, és ez meg még egy ide. De jó sikerült. Nem baj, ez ilyen freudi dolog, tehát lehet, hogy ide kell még majd még egy. Akkor mind a két szélét szélesítjük egyel, nem? Ja, hát lehet a másik oldalra is, igen. Én már most csak itt húztam rá egy ilyen sort, vagy hát elkezdtem ráhúzni egyet. Elkezdtem itt ráhúzni egy kis zsinort. Hát, mégis nem muszáj ezt, akár ez így is maradhat, mert nem muszáj ebből. Aha, szerintem ez így tök jó is, nem kell. Na persze attól függ majd, hogyha szeretnénk, hogy dizájnosabb legyen, akkor persze majd berakjuk. De végig is mind működésileg meg elfér, vagy elbírja így. Na, majd látjuk. Jó, de azért sokkal szélesebb lett, tehát azért szerintem ez így jobb lesz. Az lesz a viccesebb, hogy a széles útról ugratni oda egy keskenyebbre, az úgy trükkös lesz amúgy. Ez hogy fog ide? Hogy ez rámpa, várjatok. Most jöttem rá, hogy miért nem stimmel itt a dolog, hát mert ez már itt rámpa. Ez már itt rámpa. Oké. Nem az. Úgy átment rajta, hogy azt sem mondta, hogy fapapucs. Hol van ennek a közepe? Ez a közepe. Bejelölöm, hogy hol van a közepe. És a közepén kell menni. Közepi, ez minél közelebb, mert különben baj lesz. Itt van a közepe. Jó, hát egyébként vicces, hogy itt a szélesen kezdjük, aztán utána ugratunk egy ilyen... Hát azt is kiszélesíthetjük onnan. Igen, csak nem mindegy, hogy mert itt hopp, egy kis keskenyebb valamire ugrunk aztán. Ja. Ez úgy érdekes amúgy, de persze ettől függetlenül kiszélesíthetjük, csak ez olyan vicces, mert aki meg nem ügyes, az már itt leesik. Ja, közben nekem azt mondja, hogy nem kéne egyet. Együnk egyet. Sejehaj. Egy darab zombi nem jött mostanában. Várakoznak. Mondtam, várják, hogy készüljön. Várják, hogy szétüthessék az egészet. Na, menjünk szerinted erre tovább? Na, no, lehetünk. Mondjuk itt emelhetnénk megint rajta egy jócskán. Akár egyébként így viccből lehetne csinálni egy olyat, hogy itt meg egy ilyen éles emelkedőt csinálni rámpából. Mit szólnál hozzá, hogyha nyomatnánk itt egy, én itt le is teszek egy ilyet. Egy ilyet, és akkor innentől elindulnánk aztán felfele. Nagyon éles rámpás. Menjen, nem? Hát kipróbáljuk, hogy milyen, amikor így nekiütközünk, de szerintem azzal semmi gond nincs. Azzal ugyanúgy motorral, azzal ugrat majd egy olyat. Jaj, itt a két motor, ez meg az enyém. Na nézzük. Hát de tuti, semmi izé nincs vele, mert... Bocsi, Beri. Eljöttem a útba. Tehát az attól ugyanúgy simán átmegy, tehát nincs vele semmi. Persze. Sőt, azt nem tudom egyébként, hogyha ez mindez egy mondjuk lépcsőt tennénk fel. Lépcsőn felmegy a motor? Annyira kipróbálnék egy ilyet, hogy mégis motocross pálya, nem? Tehát lehetne lépcső is. Mehetnénk lépcsőn is, de nem biztos, hogy azon felmegy a motor. Hát, biztos felmegy, nem tudom, azt mondom a kérdést. Gondolod, rakhatunk tulippáját. Hát, ki kell majd próbálni, de nem biztos, mindegy, jó van ez így, menjen szép símán. Oké.
Hopp, ez szép volt. Hasonlunk el az alátámasztást. Ez most mennyi lesz? Mert ez, igen, azt nézem én is, hogy már most lassan alá kell támasztani. Szerintem ide, hát én ide teszek is. Aha. Mondom, hogy ide, de mondom, ide teszek is, aztán... Ez gyönyörű volt. Igen, nem nagyon lettem paradicsompürés, csak egy kicsit. Majdnem lelőttem, hogy ki az, aki bánt. Akkor kezdjük újba. Jó. Jó. Oda tennék, tudod, miért tennék? Csináljuk már úgy, hogy ide, várj egy picit. Ide én tennék. Hoppá, túl pörgettem pont. Hello, Róka. Szia, Róka, koma. Hát így mehetne, és akkor ez így szerintem jobban is néz neki maga az építmény. Annak a tetejére akkor... Csak csinálom. Mert a sima rámpát. Hagyod, itt van. Ja. Igen, csak hogy nálam is legyen. Eljutunk a végig, már mindent kicserélünk, mert jobbat találtunk ki. Ja. Tehát ez még változó is. Még változó is. Szépítkezve lesz. Jó, hát ez ugye kicsit mehet felfele, mehetünk még így ugyanebben a formában, mehetünk még felfele. Fel az egekbe, és még csak tovább, és csak tovább. Ja, viszont ennek, majd nézd, erre is próbálj már rakni még, mert nekem ez már most nagyon magasabb van, hogyha ide lenéznél a lábához. A lábát megemelni valamennyire. Oké. Ja, egyre magasabb. Egyre magasabb minden. Mennyire bírja, de ide azért lehet, hogy teszek közé valamit. Bírni fogja ezt itt. Jó, hát a videóm lesz szólni. Egyel több lesz, ami szét tudnak ütni. Kösz. Van egy csomó beton, majd szerintem a lábakat azt mindenféleképpen, hogyha már ez így kialakult így valahogy, akkor utána a lábakat azt mindenféleképpen felfejlesztjük majd, hogy nehezebb. Ha ráfüggnek, akkor úgyis addig állod és addig üti, hogy úgyis kiüti amúgy. De azért nem mindegy, egy faz, az egy pár ütés.
Na mennyire érzed, hogy magasan vagy? Menjünk még feljebb, vagy egyenesítsünk? Vagy ott megint csináljunk egy jó nagy ugratót? Hát szerintem csináltunk. Hát csak az a baj, hogy így emelkedik teljesen a cucc, a hegy talán. Mert, vagy azt is lehetne csinálni, hogy... Mert csak hol a motorunk, hogy mi motorral menjünk? Ott van a fent. Motorod valahol kéznél? Hát nekem fönt van. Ott van a létrád, ott fel tudsz menni a létrán. Nem, csak most gondoltam egy valamire, aztán esetleg, hogy ahhoz mit szólsz. Hogy? Kasszás ládában van még fa. Ja, oké. Okay. Jó, hát kiütjük, nem kell olyan nagyon sok, mert itt ketten megoldjuk ezt. Hogy gyere már velem, Feri, csak motorra, hogyha rápattansz. Na most gondolok valamit. Ezt jól maradok. Tehát, hogyha itt nem is lehet itt felmenni. Szóval arra gondoltam, hogy felmennénk olyan magasra, hogy olyan magasra, hogy rá tudnánk ugratni erre az útra. Tehát annyira jönnénk fel, hogy erre az útra ugratnánk rá. Az azért még emelkedni kell jócskán. És utána viszont, ahogy itt ráugratunk az útra, akkor ebből, tehát ezt a részt, itt csinálnánk egy alagutat ebből. Mert akkor nem, tehát egy kisebb helyet kéne csak átfúrjunk. Tehát innen, tehát ráugratnánk onnan valahogy erre az útra, innen lenne egy alagút itt majd, okay. És ez tulajdonképpen idáig jön fel, tehát nem egy olyan nagy valami, itt a hegy az már utána megint meredeken megy lefele, tehát itt az alagútból már ki tudnánk jönni. Csak hogy itt igazából ide rá lehetne itt ugratni. Ezen ugye nem tudunk feljönni se, hogy ez annyira meredek ez a hegy oldal, hogy itt motorral nem tudunk feljönni. Tehát itt valahogy feljönnénk így a kis utunkkal, jó magasra, az tényleg jó magas, és akkor ráugratnánk valahogy erre az útra. Jó. Vagy nem tudom, ahhoz mit szólsz. Teljesen jó. Hát jó, magasan kéne építkezni. Andris, itt vagy, Andris? Igen, itt vagy. Bejöhetnél majd, mert nagyon magasra fogunk építkezni, aztán nem lesz, aki kivegye alulunk a fakeretet, akkor mi lesz? Gondoltam, hogy ez a de nem jössz besegíteni amúgy? Nincs kedved? Itt egy malacsa, Axel valahol fönt. Igen, valami röfög? Aha. Nekem van egy küldém, egy malac küldém. Megvan? Még nem látom. Ott. Ó, várjál, barátom, vagy nekem olyan íjam, meghalsz. Megbolondulsz, figyelj. Annyira barátságos ez a malac. Bebugolt, nézzétek, csórikám. Tehát sajnálom. Ja nem, mégse. Azt mégse sajnálom, kijött belőle. Kijött. Oké. Okay. A sok fel lesz javítva a motorod, mert mindig arra akarok készállni. Aztán feljavítjuk. Jó. Hát kell feljönni, gazdagom. Az biztos. Jó, magasan leszünk, azt tuti. Maradok is egy kis fát vágni. Úgy is ki kell, úgy is kell. Nem olyan nincs, amihez hozzá tudnék járni. Ja, de hát... egy kis... hát ugyanaz a kis építkezés. De ahogy gondolt, tehát... ahogy te gondolod. Na hát úgyse, tehát mi se egy nap alatt fogjuk. Rómát se egy nap alatt építették, de ezt az utat se egy nap alatt fogjuk majd, Feri. Feri, te hogy élsz rá mostanában? Hát én... vasárnap még itthon vagyok, hétfőn már megyek dolgozni. Ja, hétfő mész, de mondjuk és akkor hétközben, hogyha mondjuk úgy egyeztetünk, hogy mert nyilván 6-ig szoktál ráérni, de mondjuk egy én meg mondjuk olyan 4:30 után mondjuk 4:30 lennék, tehát mondjuk, hogyha úgy csinálnánk esetleg, egy pár nap alatt gondolom kész lenne ez, csak mondjuk, hogyha így 5:30-6-ig csinálgatnánk.
Nagyon se jó. Megbeszéltük. Na, akkor így van betervezve. Úgyhogy aki már szeretné nézni, hogy alakul meg, hát esetleg be akarna jönni kipróbálni majd, vagy akár segíteni is nekünk, akkor... Annyi, hogy ez 16-4-es, tehát vissza kell butítani, vissza kell állítani 16-4-re a Seven Days to Die-t, de ennyi az összes, és akkor... Jó, hát szép nagy meló lesz, az tuti. Leszünk van egy darabig. Jó, leszünk. Eleszünk, mint a befőtt. Na, Alex jön segíteni. Hát igen, már az is egyébként nagy segítség, Alex, például, hogyha a fát vágsz, vagy ilyesmi, tehát már, mert ugye sok anyag kell hozzá. Vagy mondjuk, tegyük fel, akkor Ferivel nyomjuk, építjük, és akkor mondjuk te meg egy, tehát fát is vágsz, meg akkor segítesz upgrade-elni például, vagy ilyesmit. Tehát azok is már segítségek. Jó, hát majd látjátok, ahogy... Most már lassan majd befejezzük, mert úgy beszéltük, hogy úgy körülbelül egy ilyen másfél-két órát leszünk majd, most nem is tudom, hogy mennyire értünk. Látom ezt valahol, de... Fákat újra elültetjük, azok így másnapra körülbelül, vagy valahogy azok újra kinőnek, újra lehet majd vágni. Állok, most ennem kéne. Ja nem, vizet inni kéne. Én meg lehet lábon kívül azért megpróbálom kicsit szépítgetni. Igen, szépítgetni? Nincs, tehát meg hát esetleg nem tudom, majd biztos kellene egy kicsit festegetni, vagy nem tudom én se, hogy pontosan aztán mi lesz ez, vagy hogy lesz, vagy esetleg, hogyha hibákat találunk rajta, mondjuk kijavítani, azt éppen ki lehet ilyeneket. Mindenképp. Aha. Azt hiszem, hogy itt egy kicsit hogy van ez, na mindegy, de akkor teszek inkább. Szerintem viszont ezeket is kéne egyel szélesíteni, így szó szóval. Hát kellene szerintem is majd, igen, ezeket. Jól van. Hát milyen jó négy már ki így. De amúgy, ja, jó lesz. Nem tudom, mennyi időt lehet amúgy végigmenni rajta. Megpróbálsz, Feri, átmenni rajta, és akkor mondjuk néznék időt mondjuk valahol. Vagy számolnék csak másodperceket, mondjuk egyszerűbb, mert akkor nem is kell nézni semmit, csak mondjuk elmész, és akkor mondod, hogy mikor indulsz, akkor én onnantól számolom a másodperceket. Oké. Na, akkor indulok, jó? Jó. Mehet? Igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-8, hát, ja, még ilyen 7-8 körül talán, ha járunk, tehát azért másodperc. Hát építeni sokkal lassabb. Na jó, de azért a csipa is rossz, tehát ezt azért azt csipjük. Tehát, hogy ne az olyan, hogy... Biztos le lehet egyébként, csak ingyen is egyébként a játékot, csak ettől függetlenül akkor nem tudsz így szervereken játszani. De biztos lehet, csak... Megszálltál, mert az a válasz, hogy mi ilyesmivel nem tudom segíteni, mert mi megvettük a játékot. Jó, de ettől, hát igen, ettől függetlenül biztos lehet, de hát... De hát a másik válasz, hogy beírja a Google-be, és a Google az mindenre tudja a választ, szóval... Na, jól van. Én is akkor vissza... Nem is tudom, hogy menjek oda fel. Ja, itt a létre úgy. Tehát én legalább is úgy tervezem, hogy ne legyen az, hogy végig suhansz 2 perc alatt, érted? Tehát az kicsit legyen
Hát igen, de én azért is mondtam azt, hogy lehetne úgy csinálni majd, hogy összeérjen végül a kígyó farka, tehát hogy valahogy menni, tekeregni, és akkor onnál a másik végénél ott valahogy be tudna kanyarodni, akár egy ugratóval vissza tudna oda menni, be tudna csatlakozni a kezdőponthoz, mert hogy, és akkor lehetne több kört menni, tehát azt mondanánk, hogy három körös a verseny, és akkor már, tehát majd valahogy úgy kanyarodni, hogy a végén összeérjen a két dolog. Hát meg a kanyarokat úgy fogjuk megcsinálni, hogy ne százal tudja átmenni rajta. Tehát, hogy azért le kelljen lassítani. Legalábbis én szerintem így kéne. Tehát, hogy lassítani kelljen, hogy be tud venni, mert... Hát lehet, igen. Nem? De tehát igen. Az, hogy végig suha 3 perc alatt szerintem annak... Ja, hát nem baj, ez csak inkább az, hogy menjen többször, aztán... Jó, persze. Az, hogy menjen több kört a dolog. De ezt majd kialakítjuk addig úgyis. Csak legyen meg a maga körben a alappálya, vagy nem tudom. Ez nem nyitod? Alex, tudok adni neked egy fűrészt, ha gondolod. Egy szólsz hozzá, és akkor majd visszaadod. Na mindegy, viszek benzint valamit, aztán nem tudom, hogy mennyi kell, hogy mennyi lesz ez elég. Na dobok egy kis benzint. Na, csak gyorsabban. Dobtam benzint, vedd fel ezeket. Itt van még szerintem valami a lábadnál, ja az állati zsír, jó, az nem érdekes. Ja, nem adok üzét fegyverre, jutott, mert az Axa motorjára elhasználtam. Ja, hát... Az a baj, nekünk se itt van a bázisunk, mert a főbb dolgaink az nekünk is amott van bent a városban. Na várjunk, hogy kéne fordítani ezt. Mennyire menjünk még azért, mehetünk azért még gazdagon föl talán. Ja, mehetünk amúgy, csak ide most azt nem tudom, miért nem tudok. Ja, hogy lehet, hogy oda lett téve az a zé, lehet, hogy azért nem tudok. Opa. Hopp, de nehéz kis. Hú, de nehezen érem el. Hú, de nehezen érem el. Na. Igen, minél magasabban leszünk, annál viccesebb lesz azért ez. Viszont igen, itt úgy kell, hogy azért a támaszsal meglegyen. Tehát így nem így fogom csinálni. Főfala. Ezt az egyet, legalábbis. Na. Rá tudod rakni a másik felé? Tudtam oda tenni, de miért? Tudtam oda tenni. Hogy mondtad fel? De tudod tenni a másik felé. Hova? Ja, hogy ide? Aha. Oké. Ja, ide. Oké. Érdekes lett. Hogy értem? Szerintem itt ez a
A széle az van egy kis furaság benne, de mondjuk a lába miatt. Jó, de nem baj, az egy kicsit a... Nem baj, a lába egy kicsit így megerősített lett a lába, de jó van ez. Na baj, hogy akkor kéne mindjárt egyet. Hát ott muszáj volt sima blokkkal megoldani. Jó, nem baj. Támaszték rajta lenni. Na és akkor hogy vagyunk? Akkor ezt számoljuk, hogy hány blokk lesz ez. 1, 2, 3, 4, 5. Hát valahol itt... Áj, valószínűleg ez a hatodik. Valószínűleg. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reméljük, hogy így van. Ez már megjött, megjött egy madár. Hát te meg... Akkor van itt több is. Nem látok többet. Érdekes, te honnan jöttél, barátom? Hát azért, amikor így megjelennek, akkor valószínűleg nem egyedül van, de nem baj. Igen, fura itt egy madár, amúgy nem kéne itt lennie. Valahogy nem kéne itt lennie, én is azt mondod, és ez egy pillanat alatt itt termed, de hogy hogy... De hogy hogy volt itt? Nem tudom lerakni. Ugye kiásom, komolyan. Mi ez, ami ennyire... Alex kiszedte az összes fát a környéken. Hát jól tette. Jól tette. Rendes. Ültesse vissza. Hát ja. Biztos visszarakjunk. Hát igen, majd a magokat el kell ültetni. De csak nekem vissza kéne majd frissíteni, aztán hogyha adsz valami normális szerszámot, erre tudok vágni. Ó, köszönöm. Neked fát. Jó, hát amúgy is elképzelhető, hogy egyébként végül betonnál lesz upgrade-elve. Ezt nem is kellett volna kiszedni, jó. De amúgy hát, a többi részéhez majd kell. Ha azt akarod építeni, amit mondasz, azt akkor szerintem fölösleges betonból. Nem is az, csak hát a lábait gondoltuk az betonból. A fenti rész az jó fából is. Meg aztán neki kéne, Andis, te egy nagy festőművész, hogy mert neki kéne állni festeni is majd. Na, adtál neki benzint is. Tudjon válni. Csak a festéket gyártani, meg minden, szóval azért azzal ugye el leszünk még. Ja, akkor farmákat nincs kéne. Hát én már gyártottam a rengeteg egy kicsit. Vár, nem lesz a lény, nyilván. Mert most teljesen másik játékban voltam, azért is voltam lenémítva. Gyárat építettem, meg ilyesmi. Az igen. Az igen. Már érzem, hogy jó sok kocka kell. Holak szadott ja, nekem egy pompán. El is fogyott, azt a rohadt. Adom neked a felét, mi szólsz hozzá. Mit csinálnak? A fának. Ja, nem kell, mert én is közben szoktam fát vágni. Nem kell, nem csinálja csak. Itt majd, várjál csak, hát igen, itt várjál, így teszem. Mert ez a lába. Jaj, ezt nem tudom, ide nem tudom letenni a blokk. Ja, de letudtam, jól van. Szóval így, és akkor azt kéne valahogy úgy összekötni majd. Oké. Okay. Hát nem tudom, felülről lefele kezdem, akkor összeomlik az egész. Szerintem igen.
Esélyes. Na, mert már meg is javult a OBS-ek. Ha már most látod, hogy megy. Hát, talán este már jó volt, azt mondták, hogy... hogy estére jó volt. Akkor nem a YouTube-ban volt a gond? De a YouTube-ban volt. A YouTube-ban volt a gond, abszolút. Csak, mert senkinél nem ment. Illetve csak aki egy más rendszert használ, tehát olyat, aki Twitch-re is egyszerre szokott live-olni, mert van egy olyan módszer, és akkor na azoknak ment, vagy valahogy más, hogy kapcsolódott biztos a YouTube-hoz valami néző, de aki csak így simán, így mint mi, hogy a YouTube-ra, az annak nem ment. A Twitch is ment amúgy, csak mi nem. Vagyunk ez most. Ja, az jó is volt, meg elpörgettem. Tök jó volt. Pedig így. Move. Ha tudnád rakni, én meg ezt, és akkor így tök jó lenne. Nem kéne nekem is ott fordítgatni. Ja, az addig jó. Jó az ötlet. Csak nekem itt folyamatosan lefelmászkálni, mert madár hang volt. Aha, igen, itt van. Oké. Okay. Kaptam egy olyan játékot Axel, amiben majd kérem a segítségedet. Na mi volt az? Mi az? Szocializmus építős. Na, tényleg? Nagyon sok, abban például nagyon sok új tartalom jött egyébként, nagyon sok új dolgot lehet csinálni, és gondoltam, hogy majd megnézzük megint, mert tényleg sok új dolgot lehet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hát... csak abban is az lenne a jó, hogyha megcsinálnánk azt, hogy lehetne úgy, hogy egymással úgy kereskedni tudod, meg ilyesmi. Hát lehet szerintem országokkal. Mármint úgy, hogy neked van egy országod, meg nekem van egy országod, ja, és akkor egymásra kereskedünk. Nem sem magas sem. Ja. Nem tudom ide letenni már megint. Kutya fáját ezeknek, hogy mindig variálnak itt. Igen, amikor az ember tudna repdesni és úgy csinálná, azért gyorsabban haladna, de hát ez meg így meg igazibb azért. Igen. Igen, az igazi. Hát, hogy nem. Bonyolult ide lábor úgy. Ó, még mindig ott röpködnek fölöttünk. Meg láttam, Max, hogy megkapta te is a Doom-ot. Igen. És lehet benne multizni. Jó, húha. Jó, magasan. Hát ez így szép lesz. Hát is még legalább ennyit kell már szerintem. Igen. Jó, magasan. Miközben lehet, hogy nagyon... meredek van, kicsit szerintem majd... Hát ez nem baj, azt szerintem, hogy egy jó kis meredek. Szia, József! Ja, jó. Szerintem is, hopp, ezt kidobjuk. És akkor, ja, jön egy rámpákat is csináljuk akkor már. Az.
Ja, azt most nem tudom felupgrade-elni, mert már annyi a fejebb vagyok. Van, megcsinálom én. Ah, na, drop. Alex, elmész a dropért. Oh. Az igen, az hogy? Az gyönyörű. Ó, oh, meg a motorod az fennmaradt. Megütötted magad nagyon? Nem. Lehet, hogy a lábunk egy érkeben nem tudszél. Az lehet, hogy van. Ezt nálam tudunk. Na, akkor csináljunk ott. Várjál csak innen nekem, hát innen most hogy megyek le? Én is úgy jártam, mint Hofi Géza. De hogy megyek le innen? A francba. Az. Amúgy, ha bemész oda a mi bázisunkra, akkor... Hát csak innen mondjuk én még mindig el nem tudom, hogy megyek le. Már nem azért, csak akkor le kell bontsam az egyik. Ó, oh, mert megyek én magam. Hát nem, azért úgyis valahogy ezt ne úgyse tudom így felupgrade-elni, szóval ezzel így úgyis bajom van. Itt van a bázisunkon, keresi ott a ládákba, ha tudsz. Innen én, tehát nem érem innen el a másik falat, nem tudom lerakni ezeket. Ah, yes, right. Ez még hallani is rossz volt. Ezt még hallani is rossz volt. Idáig hallat szólt. Nem tudom. Na most még egyszer. Na, ez át tudok oda ugratni? Á, most már így jó lesz. Ajaj. Ajhaj. Na, szép volt. Na, mitől borult le, amúgy? Tessék? Na, mitől borult le? Azt nem tudom, lehet, hogy ez ilyen meredek volt, de hát nem, az már majdnem összekapcsolódtunk amúgy a kettő, tehát a lábaival, úgyhogy na, majdnem jó volt. Nem tudom, hogy hát lehet, hogy ez az, hogy ez ilyen meredeken ment felfele. Nem tudom. De majd úgy csináljuk, hogy innen is átvezetjük. Leestél, pedig nem is volt bent Andris. Hát, de hát. Azért ő a hibás, akkor is. Akkor is Andris a hibás, hát szerintem is. Jó, ez így? Jó lesz így, Andris? Azt hittem egyértelmű számodra, nem kell kijelenteni ezt. Ja. Mégsem vagyok ott, de azért lélekben kiszedtem alól a frame-et is leesett, látod? Csinálok fegyverjavítót is, ha már itt vagyok. Ja, nyugodtan. Mert mit találtál a dropba? Alex, azt mondja, hogy valami jó volt. Ja, itt még a dropokban jó dolgok voltak, nem úgy, mint a mostani verziókban. Hát, ez húzás azért. Ja. Hát nem volt telekoncertben, mint most. Ja, hát mostanában az van. Ja. Hát akkoriban az biztos, hogy megérte elmenni egy dropper. Tudom, hogy én is még a vízbe is úsztam meg mindenhol. Mit ért? A fegyver, a katész meg a first aid. Hát igen, akkoriban ilyenek voltak. Na, amúgy meg tudja valaki nézni, hogy mióta megy a stream. Szia, törpe! Mióta megy? Ki tudja? Ja, látom, hogy volt benne valami kis szakadás is egy streamben. Aha. Azért is el is, szerintem azt hitték, hogy vége van, vagy nem is tudom, mert akkor így volt egy... Hát nem is tudom, mennyi idő volt. 111 percet ír, hogy volt. Nem, a jó is. Aha, ja 111, azt mondja József is, aha.
Igen, csak azt nézem, hogy itt volt nekem legalábbis, itt mutat egy ilyen kis, lehet, hogy volt, megállt a live egy kicsit, egy rövid időre, még lehet, hogy is úgy volt benne ilyen. Nem tudom. Na, ennek viszont, jaj, ezeket ide rá kéne, vagy hogy is kéne, hát ide rá pörgetem itt. Viszont benzint is Alexnek. Ja, én dobtam már neki, de ja, jó van, hát hogyha kell, még nyugodtan. Jaj, ez pont jó volt, én meg elnyomtam el. Ó, de jó lenne már, ha... Ez az. Utána már csak másolom majd. Nem kell ennyit keresgélni. Hat, na jó. Oké, hát egy picit jövünk feljön. Jó, hát pedig ott... Hát igazából ott kéne majd lemenjek, az jó vicces. Jó vicces lesz, mert ott kéne majd lemenjek valamikor. Aha. Ja, nagyon csinálom. Ezt kéne másolni. Én köszönöm, Alex, én köszönöm. Nem tudom, hogy mikor kezdett itt leomlani minden, de... De már ezután valamikor, úgyhogy igazából nem tudom pontosan, de... Itt majd lehet, hogy csinálunk egy... Csinálunk majd itt Feri valamit, hogy... Igen, ez hogy... Hogy akár itt csinálhatnánk egy ilyet, hogy... Hogy megcsinálnánk egyenesre az utat. Vagy csak mondjuk, hogyha... Én ezt így áthozom, így... Mert akkor is fogunk egy nagyot ugratni rá, tehát ahogy az egyenesre ráugratunk majd. Tehát ott felhozhatnánk még eddig. Ott felhozhatnánk még eddig. Jó. És akkor ez meg így rá fog majd felupgrade-elted, nem még? Igen. Jó, ez most már valószínűleg így megmarad. Ez már így valószínűleg nem fog lezvanni. Jaj, csak én fogok lezvanni. Én már majdnem. Én már majdnem lezvantam. Jó, és akkor ott lenne egy kicsit egyenesen akár, vagy akár egy kanyargósat is oda bele lehetne tenni éppenséggel, hogyha akarnánk. Felmegyek már a fakeretekért, mert... Hát igen, csak itt ebben a magasságban kezdjék kanyarogni, tudod? Azért nem lesz egyszerű akkor. Azt nem egyszerű, mi? Jó, hát nem muszáj. Ez lehet olyan ez felülről is, igazából. Hát egy kicsit menjünk egyenesen. Szerintem. Egy jó, mehetünk egyenesen is, jó van úgyis. Oké, okay, jól van, de attól függetlenül mára be is fejezhetjük, ha te is úgy gondolod, és akkor majd folytatjuk innen tovább, mert azért okay, ezen még lesz még mit csinálni bőven. Hát onnan kipróbáltunk egy, én megnőszíteni szívesen kipróbáltam, nem érdekel azt, hogyha leesek, de kipróbáltam már egy motorozást. Na, megyek én is. Megválsz? Uh-huh. Alex, jössz egy motorversenyre? Értve nem is verseny, de hát egy ilyen nagy ugratás, hát reméljük, hogy egyikünk se hal bele.
Jön Alex is, akkor megvárjuk. Hát igen, az, majd óvatosan Feri, mert utána keskenyedni fog, tehát majd menni kell valahogy közepebbre. Megoldjuk. Jó, igen. Nem tudom, erre van. Ja, itt jön már, szerintem. Na, Alex, nem, tehát késve hallod a hangunkat, de Alex, induljál te, és egyből indulunk, ahogy elindulsz, akkor indulunk utánad, jó? Na, te csak hallottam, nem? Induljál, Alex, és akkor mi is megyünk utánad, jó? Mehetünk. Jaj, csak neki mennyivel lassabb a motorja, szerintem. Nem is annyira lassú. Hát én nagyon... Nem, de ha, én már is estem. Megyek vissza, mert én addig elizéltem, tehát majd azon a kanyaron amúgy szerintem valamit állítani kéne, vagy legalábbis nem is azt, hanem meg kéne úgy csinálni, hogy bekoccanjon a motor, tehát hogy ne tudjunk leesni a kanyarba, mert az nem érdekes, hogy persze belassulunk, vagy minden, csak tehát valamiket majd ide felsze kell tenni, hogy ne tudjunk leesni. Tehát valamit, egy ilyen kis peremet, vagy valamit oda kell tenni, hogy ne tudjunk leesni. Ha már megvan a nyomvonal, akkor majd ezeken is tudunk majd. Na jó, de jó kis ugrató volt ez is. Ez tök jó volt, sikítós, jó. Tök jó volt ez, és ettől az ugratótól, hogy onnan leugrattunk, attól nem lett semmi bajunk, közben mégis egy tök nagyot ugrattunk, tehát egy nagyon jó volt. Ja. Úgyhogy ha gondolod, onnan a magasból akár le is jöhetnénk egészen egy kicsit lejjebb levő szintre, és akkor újra elkezdhetnénk emelkedni majd. És akkor nem kéne végig olyan nagyon magasságokba építkezni, mert az egy kicsit olyan nehéz úgy. Szerintem azért mi úgy is beszélünk még, hogy menjen. Jó. Meglátjuk még azt úgy is. Lehet ezt még variálni, azt hiszem. Lehet ezt. Majd még alszunk rá. Még meg átgondoljuk, megálmodjuk. Addig kinőnek a fák is. Ja. Egyébként kezdenek kinőni, mert ezeket... Hát, hogy nem tudom már, hogy ezeket mikor ültettük, mert... ebbe az erdőbe, de szerintem azok egy részét már most ültettem én, szerintem az ilyen kisebb fákat. Igen. Szerintem az is már kezdenek kinőni. Igazából nekem az is eszembe jutott, hogy így, ahogy van most a teteje, a legvégén, így belemenni a hegybe, kibájni. Úgy is jó. És ott belül is lehet csinálni kanyargásokat. Hát igen, de azt már nem kell építeni, hát igen, azt már csak úgy, azt ott ki lenne fúrva, aztán igen. Hát nem muszáj nekünk teljesen fölmenni. És utána mehetnénk, mondjuk a hegyből kijönnénk ott a várostól, hát ezt még meg tudjuk még addig. Gondolkodunk rajta, hogy lenne jó. Jó, oké. Jó. Alex, köszi a sok fát. Köszi a segítséget. Nekem is 16-ot ír egyébként a gyorsul, vagy sebességnek, igen, 16-ot ír nekem is. Jó, csak lehet, hogy akkor visszavetted a gázt először, az elképzelhető, hogy azért igen. Volt ilyen, hogy legelőször, hogy belassultál. Na, jól van, ez szép nagy pálya lesz, úgyhogy majd szépen ki lesz csicsázva, kifestve meg minden a legvégén, de hát először készüljön el ugye az egész. Nyomvonal. Jól van, köszi szépen, hogy itt voltatok. Ferivel akkor majd folytatni fogjuk így délutánonként. Hát úgy nagyjából, hogy az időnket beosztjuk, tehát mondjuk fél öttől hatig körülbelül Feri úgy ér rá, tehát így fogjuk. Adod a Feri, vedd el a fát, mert ott van a sok fa. Jól van, köszi még egyszer, és akkor majd folytatjuk innen. Na, további szép délután mindenkinek, sziasztok! Sziasztok!
Odottam neki lánc hűvízt, ha már segített jól. Ja, persze jó. Megadtam Fischer Zsoltitól a Fallen Order-t, a Star Wars. Az micsoda? Melyik? Star Wars Fallen Order, ez a legújabb. Várj, az a repülős, ahol repülnek? Nem. Star Wars. Az nem repülős, hanem az ilyen Jedi-s. De az Storys. Azért csinálták azt hiszem a hetedik részéről a Star Wars-t. Nem, melyik én is ki. Most már így elég is volt.